Bartóth László nyugdíjas zenetanár karmesternek, mint az Orosházi Fúvós Zenekar karnagyának 55 év zenekari tagság és 30 év karmesterség van a háta mögött. Tanári és emberi érdeme, hogy generációkon átívelő közösséget formált. A zenekar tagjai és családi háttere nem csak muzsikusként, hanem magánemberként, barátként is összetartó csapattá váltak. Hiteles személyisége és elhivatottsága, értékteremtő lokálpatrióta nemzedékeket nevelt szülővárosában. Zenepedagógusi tevékenysége alatt a részfúvós hangszerek teljes skáláján tanított. Generációkat oktatott, nevelt a részfúvós hangszerjátékra. 29 éves pedagógus pályafutása alatt 16 növendéket irányított zenei pályára. Karnagyként a zenekarral több bel- és külföldi fesztiválon ért el sikereket, legnagyobb szakmai minősítésük 3 kiemelt aranydiploma. Mint zenetanár 2004-ben nyugdíjba vonult, de élete nagy szerelme, a fúvós zenekar vezetése, az utánpótlás nevelése továbbra is kiemelt szerepet kapott életében. Az általa vezetett fúvós zenekarnak gyermekei és unokái most is aktív tagjai. Kátót László Sándor 1943-ban született Orosházán. Édesapja hivatásos tűzoltó, édesanyja háztartásbeli volt. Mindkét ágról iparos családból származik. Az általános iskolát Orosházán, Budapesten és Békés Csabán végezte. Ezután az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumban folytatta tanulmányait, érettségi után Esztergomban elektroműszerész szakmát tanult, szakmunkás gyakorlatát az épülő orosházi üveggyárban töltötte. 1963-ban a szakma kiváló tanulója országos versenyen kapta meg szakmunkás bizonyítványát. 1963. júniusától 1978. szeptemberéig az orosházi üveggyárban dolgozott, miközben 63-ban behívták katonának. Itt tartalékos tiszti iskolába került a Váci híradó ezredhez. 1966-ban megnősült, házasságából 3 gyermeke született, Tünde, László és Péter. Kátót László munkássága és személye is fontos pillére Orosháza testvértelepülési kapcsolatainak ápolásában. A zombai néptánc csoporttal vezetése alatt alakult ki szoros szakmai és baráti kapcsolat. A két művészeti csoport rendszeresen fellép egymás rendezvényein. A zenekarral Orosházán több hangverseny tett hagyományá emelt városi rangra. 1969 óta minden évben hangversenyt adnak az evangélikus templomban a városalapítás tiszteletére Szent György nap előestéjén. Karnagyúr az elmúlt évtizedben minden városi és állami ünnepségen vezényelte a zenekart, ezzel is emelve a rendezvények színvonalát. A város egyik legnagyobb szabású kulturális programja a hagyományos szilveszteri hangverseny, melynek Kátót László volt megálmodója, elindítója. A legutóbbin adta át a karmesteri pálcát egykori tanítványának, Fabók László kürtművésznek. Én tiszta szívemből kívánom azt, hogy maradjanak együtt. Ennek a 82 éves zenekarnak fent kell állni ebbe a városba. Nem csak azért, mert a nagyapám Kovács Mihelyben alakult meg a zenekar, az egész családunkon az végigvonult, unokáim, gyerekeim ott vannak, nem ezért. Egyre azért a városnak kell a zenekar. Egy ilyen városnak kell egy ilyen zenekar. Én azt hiszem, hogy nagyon szerves rész a város kultúr, zenei kultúrájában.